Tapasztaltad már, hogy miután beleástad magad a narcisztikus kapcsolatok témakörébe, hirtelen úgy érzed, mintha a narcisztikus a fejedbe látna, és tudná, hogy már tudod, hogy ő narcisztikus? Lehetséges, hogy tévesen érzed, hogy megváltozott a kapcsolat légköre, és csak a képzeleted játszik veled? Nem. Ugyanis a narcisztikus ténynek tudja. Akkor is, ha nem mondod el neki. üdvözöllek ezen a csatornán, ahol a narcizmussal, a narcisztikus kapcsolatokkal, és ma éppen a narcisztikusok gondolatolvasó képességével foglalkozunk. Csak viccelek. Természetesen szó sincs gondolatolvasásról, de akkor mégis hogyan tudhatja a narcisztikus, hogy te már mindent, vagy legalábbis jóval többet tudsz? Szögezzük le az elején, hogy ma nem arról az esetről lesz szó, amikor rájössz, hogy a partnered narcisztikus, és ilyen vagy olyan céllal igyekszel őt is felvilágosítani erről ez a lehető legrosszabb ugyanis, amit tehetsz, és annyira rossz ötlet, hogy egy külön videót érdemel. A mai alkalommal csak arról a helyzetről beszélünk, amikor nem mondtál semmit, amikor nem osztottad meg a felfedezésed a narcisztikussal, de mégis érzed, hogy észrevett valamit. Honnan tudhatja tehát, hogy többet tudsz a kelleténél? Nos, a narcisztikus kapcsolatokra fokozottan igaz, hogy az igazság felszabadít. Ezért aztán minél többet tudsz meg a narcisztikus működéséről és a kapcsolatot jellemző dinamikáról, minél jobban átlátod a hullámvasutazást, a narcisztikus dinamikát jellemző ciklusok fázisait, a gázlángozást és a ködösítést, annál kevésbé lesznek hatással rád, és máshogy kezdesz reagálni a narcisztikus által használt eddig jól bevált technikákra is kevésbé dőlsz már be a gázlángnak, kevésbé könnyű téged irányítani, és sokkal nehezebb lesz kibillenteni a stabilitásodból. Ez pedig egyértelmű visszajelzést ad a narcisztikusnak, akkor is, ha egy szóval sem árulod el, amit tudsz. Mivel megváltozik az ellátmányod minősége, mennyisége és íze. A narcisztikus tehát csak csinálja tovább, amit eddig is, miközben te informálódsz, tanulsz és megértesz dolgokat. Majd hirtelen megérzi, hogy hiába nyomogatja a gombjaidat a megszokott módon, egyszerűen máshogy reagálsz, és nem ugyanazt az ellátmányt adod, mint eddig. Tehát változott valami. Erre természetesen felkapja a fejét. Tovább próbálkozik, majd amikor megbizonyosodik róla, hogy valóban így van. Frusztrált lesz, mert nem érti, miért nem működik, ami eddig bevált, és elég hamar elkezdi sejteni, hogy bizony gond van a rendszerben. Tipikus esetben ilyenkor a narcisztikus visszahozza a szerelembombázást, hogy hatni tudjon rád. Elkezd figyelmesebben bánni veled, érdeklődni a dolgaid iránt, közös programokat szervez, amikre eddig nem volt hajlandó, és lehet, hogy egyszeriben romantikus, figyelmes gesztusokat tesz, vagy meglep valamivel, és olyan élményeket, közelséget, figyelmet kapsz tőle, amit hosszú ideje nem, vagy talán még sohasem kaptál. És ez rossz érzés. Mert hiába az ajándékok, a figyelmesség, amik alapvetően lehet, hogy még mindig jól esnek, nem lesz teljes az öröm. Mert azt fogod érezni, hogy akkor bezzeg nem tett semmit, amikor elmondtad huszadszor is, hogy gond van a kapcsolatotokkal, és hogy közelségre volna szükséged, hogy együtt töltött időre vágysz akkor is csak hárított, amikor teljesen össze voltál törve a leértékelés vagy az eldobás fázisában kapott bántások miatt, vagy amikor úgy érezted, hogy nem bírod tovább, de nem reagált akkor sem, amikor alvás helyett a plafont nézted, vagy éppen sírtál. De most, hogy egy picit is hátra léptél, és már nem hat meg annyira, hogy mit csinál, most bezzeg azonnal ugrik. Hát persze, hogy azonnal ugrik, hiszen most nem rólad van szó, hanem róla. Meg kell értened, hogy az, amikor te nyíltan elmondod a problémákat, sírsz, szenvedsz, amikor valami fáj, amikor meg akarod beszélni a helyzetet, a narcisztikus számára nem jelent különösebben semmit. Egészen addig, amíg a tőled jövő ellátmány továbbra is folyamatos, és amíg minden zökkenő után ugyanúgy megy tovább minden. Ilyen esetben ugyanis csak rólad és a te érzéseidről van szó. De nincs ellátmánybeli változás, és így a narcisztikust nem érinti negatívan a helyzet. De amint megérzi, hogy az ellátmány akadozik, arra fel fogja kapni a fejét. Hogy megértsük, miért van ennyire kiélezve a narcisztikus az ellátmány legapróbb változására is, tisztáznunk kell néhány dolgot. Azt ugye már megbeszéltük korábban, hogy az ellátmány a narcisztikus számára olyan, mint a levegő, és ha megvonott tőle, vagy nem adsz belőle eleget, az enyhén szólva is kellemetlen érzés lesz a számára. Ha nem láttad az ellátmányról szóló videót, akkor itt lesz egy link, amire kattintva megnézheted. Az ellátmányod tehát a legfontosabb dolog, amire a narcisztikusnak tőled szüksége van. Emiatt aztán tű pontosan be tudja azonosítani, hogyha bármi is változik az ízét, mennyiségét, folyamatosságát illetően. A narcisztikus a kapcsolat alatt végig érzékeli és automatikusan monitorozza az ellátmányod változásait, nagyjából úgy, mint egy hozzáértő mérnök a gyártósor termelését, aminek sosem szabad leállnia, vagy minőségileg rosszabbul teljesítenie. Ha szép, folyamatos és minőségi a termelés, akkor nincs gond. De ha akadozik a gépezet, akkor hozzá kell nyúlni és módosítani kell a beállításokon. Ezért aztán a narcisztikus azonnal felfigyel rá, ha valami változik az ellátmányodban, és tudja, hogy gond van. Be kell avatkoznia, hogy visszaálljon a számára kényelmes rend. Az ellátmány tehát amellett, hogy a narcisztikus levegője és tápláléka, Nagyjából a kapcsolatotok mérőjeként és vészjelzőjeként is funkcionál. Ahogy már említettem, a narcisztikus ilyenkor általában visszahozza a szerelembombázást egy rövid időre, de minimum óvatosabbá és kedvesebbé válik, és csökkenti az addigra már akár szokásossá vált negatív impulzusok gyakoriságát. Néhány napig kivár, figyel, és ha nem áll vissza a rend, akkor más módszerekkel próbálkozik lehet például, hogy kérdőre van, és sajnáltatni kezdi magát, vagy mártír szerepet vesz fel és látványosan szenved attól, hogy te hogyan bánsz vele. Sőt, lehet, hogy sírni is fog, de ha ez sem működik, akkor megesik, hogy megpróbál behúzni téged az érzelmileg megterhelő, fárasztó vitákba. Ha a narcisztikus megmentő típusnak lát téged, akkor még az is megeshet, hogy az empátiádra építve valami szomorú sztorit fog elmesélni magával, a gyermekkorával, a szüleivel, a gyermekével, kutyájával, macskájával, bármi más fontos kapcsolatával összefüggésben, hogy bekapcsolja a megmentő ösztönödet és azon keresztül húzzon vissza magához. Ha ez sem válik be, valószínűleg megpróbálja kiugrasztani a nyulat a bokorból, és erősebben próbálkozik azon, hogy kicsikarja belőled az ellátmányt, illetve az információt a változás okát illetően, akár azzal, hogy nyíltan elmondja, más vagy, megváltoztál, és ez nem tetszik neki. Kérdőre von, hogy miért nem vagy ugyanolyan, és mikor leszel már ismét megint önmagad. Az ellátmány megvonása, vagy akadozása, olyannyira kellemetlen a narcisztikusnak, hogy ilyenkor úgy érzi, nem kap levegőt. Ezt lehet, hogy még valamilyen módon el is mondja neked. És ezen a ponton már megőríti az, hogy nem érti, miért nem válnak be a megszokott lépések, és már nem tudja, hogy mit tegyen. Tisztában van viszont vele, hogy a változásnak van valami oka, és mérget vehetsz rá, hogy tudni akarja, mi az. Elkezdi tehát tudakolni, mi a baj. És te azt érzed, hogy mi a baj, hát még mindig ugyanaz, amit már vagy ezerszer elmondtam, de egyefene elmagyarázott századszor is. Tudnod kell, hogy ebbe a beszélgetésbe teljesen felesleges belemenned. Mert bár lehet, hogy azt mondja, igazad van, hogy érti, mi a probléma, de ez nem fog változtatni semmin, mert az ő kérdése valójában nem arra irányult, hogy mit tehet ő azért, hogy neked jobb legyen ebben a kapcsolatban, és helyreálljon a boldogság, hanem arra, hogy mikor lesz már végre minden ugyanolyan, megint, mint korábban? Hogy mikor adod ugyanazt a minőségű ellátmányt, amit eddig, ugyanazokkal a feltételekkel, mint eddig? Nem azért kérdezgeti, hogy mi a gond, mert javítani akar rajta, hanem mert nem érti, mi történik, és támpontokat keres, tudni akarja, mi okozza a hibát a rendszerben, hogy meddig tart még ez az állapot, és hogyan szüntetheti meg. Először minden módszert be fog dobni, ami eddig valaha is bevált. Majd elkezdi váltogatni az ingereket, miközben folyton emelni fogja a fokozatot, hogy elérje nálad azt a pontot, azt a töréspontot, amikor minden visszatér a rendes kerékvágásba. És ismét kinyerheti belőled az ellátmányt. És ha nem megy szép szóval, akkor megpróbálja erővel, és felcsavarja a fokozatot a leértékelésen és a gázlángon. Azt fogja mondani, hogy nem vagy önmagad hogy valami baj van veled, hogy hátrányodra változtál, hogy elveszítetted az empátiádat. Azzal fog gázlángozni, hogy hideg vagy és szerepet játszol, sőt akár azzal, hogy érzelmileg elérhetetlen vagy és mentálisan sérült, hogy ellentmondásosan viselkedsz, és így tovább. Ebben a helyzetben akár a szakítástól való félelmedet is hajlandó lesz triggerelni, ha ezzel úgy érzi, sikert érhet el. De bizony minél többet tudsz, annál hamarabb jön el az az idő, amikor már nem rezzensz össze, ha azt mondja, ez így neki nem jó, és szakítással, válással fenyeget. Már nem dőlsz be a sírásnak, és annak sem, ha éppen a tehetetlen dühét önti kirád. Ennek a fázisnak a legnagyobb buktatója mégis az, ha bedőlsz a manipulációnak, és visszacsúszol a megszokott dinamikába. Ugyanis, ha egyszer visszacsúsztál, onnantól sokkal erőteljesebben próbál majd meg elnyomni, hogy ne erősödhess meg újra. A visszaesés általában akkor történik meg, ha a narcisztikus látványos próbálkozásait rosszul fordítod le magadban, és azt hiszed, arról árulkodnak, mennyire fontos vagy. Igen ám, csak hogy a narcisztikus ilyenkor nem azon próbálkozik, hogy új esélyt kapjon arra, hogy rendbe hozza a kapcsolatotokat, mert végre megértette, hogy elveszíthet és mennyire fontos vagy. A narcisztikus ebben a helyzetben nem attól van kiborulva, hogy elveszíthet téged, sőt gyakran fel is ajánlja, hogy inkább legyen vége, mert nem bírja ezt a helyzetet. És valóban nem bírja, mert nem tud mit kezdeni az érzéssel, hogy elveszítette a kontrollt, tehát a hatalmat feletted. A narcisztikus nagyon szereti, amikor nem érted, hogy mi történik a hullámvas utazás során. Szereti, hogy nem látsz tisztán, hogy nincs a lábad alatt egy talp alatnyi szilárd talaj sem, hogy instabil érzelmi és lelki állapotban vagy az idő nagy részében. Szereti, hogy nem látsz át a ködön, ezért ködösít, mert így kontrollban érezheti magát, és hatalma van feletted. Ez pedig a narcisztikusnak nem csak biztonságos érzés, de eszenciális szükséglet is. Amikor informálódni kezdesz a narcizmusról és a narcisztikus viselkedéséről, akkor pontosan azt teszed, amitől a narcisztikus retteg. Elkezded visszavenni a hatalmat magad felett és ez nagyon nem tetszik neki. Amikor elkezdődött a kapcsolatotok, és szerelem bombázott, nála volt a kontroll. Amikor gázlángoz, az is a kontrollról szól. Ahogyan az is, amikor leértékel, eldob vissza szív, vagy csak a gombjaidat nyomogatja, hogy kitermelje belőled az ellátmányt. Ez a kontroll biztosítja, hogy a forrás, aki te vagy, nem megy sehova. Hogy mindig a megfelelő minőségű és mennyiségű ellátmányt fogja biztosítani. Kontrollban lenni tehát hatalom. A narcisztikus annak ellenére, hogy a szerelembombázáson kívül ritkán mutat empátiát. Nagyon jól érzékeli a környezetét, folyamatosan monitorozza és tesztelgeti, hogy megvan-e még a kontroll. És mivel az ellátmányod egy nagyon jó mérője annak, hogy mennyire vagy éppen a narcisztikus hatása alatt, azonnal kiderül, ha változik valami benned. Ugyanis amikor megérted, hogyan működik a narcisztikus és hogyan képes hatni rád a viselkedésével, az olyan, mintha egy bűvészt lepleznél le. És már máshogy nézed a trükköt. Már nem hat rád olyan erővel, mert már tudod, sőt, látod, hogyan csinálja. Mondhatjuk, hogy már látod a kódot a mátrixban. Ezzel pedig nem csak az ellátmányod változik, hanem némileg lazul az a kötelék is, amivel a narcisztikus fogva tartott. Ez a két dolog pedig változást fog hozni a kapcsolatba, akár fel vagy erre készülve, akár nem. A narcisztikus retteg attól a naptól, amikor te már nem hiszed el, hogy veled van a gond, hogy te vagy az, akinek minden áron szüksége van rá, amikor már nem hiszed el, hogy te vagy az, aki nem elég jó, sőt túl kevés hozzá, és hogy te vagy az, akinek folyton teljesíteni és küzdeni kell érte. Egyszerűen retteg attól a naptól, amikor meglátod, és számára is bebizonyosodik ezért, hogy valójában ő az, aki rád van utalva, és akinek szüksége van arra, hogy te kevésnek hidd magad, mert így elkerülheti, hogy kiderüljön róla, hogy ő az, aki kevés. És amikor a narcisztikus megérzi, hogy te elérted ezt a pontot, az akár robbanásszerű változást képes hozni a kapcsolatba. A tisztánlátásod ugyanis olyasmi, amit a narcisztikus nem fog tudni elviselni hosszú távon. Így lehet, hogy ő maga vet véget a kapcsolatnak, hiszen így már nem vagy könnyen kezelhető forrás. Egy pont után a puszta jelenléted. Pontosan azért, mert tudja, érzi, hogy már nincs hatalma feletted, hogy már látod a valódi énnyét, olyan szégyent fog kiváltani belőle, amit nem képes elviselni. És inkább kilép a kapcsolatból, persze durva leértékelés és gázlángozás közepette, vagy csak nap-nap után büntetni fog a viselkedésével, amit pedig remélhetőleg te nem fogsz a végtelenségig eltűrni. Itt nagyon fontos megjegyeznem, hogy fizikális abúzus jelenléte esetén ez a fázis veszélyes lehet. Ezért, ha megjelent már a kapcsolatodban a testi bántalmazás, kérlek rá, hogy ne várd meg, míg rosszabb lesz. Akkor sem, ha úgy érzed, nincs hova menned. A leírásban találsz olyan elérhetőségeket, ahova ilyenkor segítségért fordulhatsz. A narcisztikus tehát reagálni fog a tisztánlátásodra. És akár eldobással, akár büntetéssel reagál, egyik sem fog jól esni, főleg, ha még nem tudod merre tovább. Tudnod kell, hogy egy narcisztikus kapcsolat csapdájából nagyon ritkán lép ki úgy az ember, hogy késznek is érzi magát erre. Mert a csapda egyik jellegzetessége, hogy sosem érzed készen magad. A tisztánlátás egy bizonyos szinten ellehetetleníti azt, hogy minden úgy menjen tovább a narcisztikus kapcsolatodban, mint eddig, és általában pontosan azt a lökést adja meg, ami ahhoz kell, hogy tényleg elinduljon valamiféle változás, mivel ha egyszer kikerült a macska a zsákból, már nem lehet visszagyömöszölni. Így sem te, sem a narcisztikus partnered nem tudjátok többé szőnyeg alá söpörni a valóságot. Nem lehetséges tehát az, hogy mindent megtudja a narcizmusról, a narcisztikus kapcsolati dinamikáról, a narcisztikus működéséről, és mindeközben semmi ne változzon a narcisztikus kapcsolatodban. A tudás egyértelműen fel fogja gyorsítani a folyamatokat és fájdalmasan hatékonyan szűkíti a kognitív diszonanciára való lehetőségeidet. De végre már nem jársz ködben, és már van, ha nem is több, de egy talpalatnyi szilárd talaj, ahol megvetheted a lábad, stabilizálhatod magad és elkezdhetsz elsétálni. Én ehhez kívánok neked sok erőt és kitartást. És ahogy mindig, most is megkérlek rá, hogy iratkozz fel a csatornára, hogyha ezt eddig még nem tetted meg, és kapcsold be az értesítéseket is, hogy ne maradj le a következő videókról. Ha pedig kérdésed van, vagy személyes konzultációt szeretnél foglalni hozzám, akkor írj nekem az evawinter.info kukacgmail.com címre. Én nagyon köszönöm, hogy ma is velem voltál, és várlak szeretettel legközelebb is.